Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit. Augusztus utolsó hétfőjén is Híradó Extra című műsorunkkal jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk! Újabb szolgáltatás vehető igénybe a Hévízi tófürdőn. Érvényes jeggyel rendelkezőknek ingyenes vízi és gerincmobilizáló tornát biztosít az intézmény. A szolgáltatás hétfőtől péntekig minden nap 15 órától vehető igénybe. Előre kezdünk körözni a vízbe. Vízitornán vesznek részt a Hévízi tófürdő vendégei. Az idei évtől újra életre hívott szolgáltatás a vízi és a gerincmobilizáló torna. Hétfőtől péntekig ingyenesen elérhető az érvényes tófürdőjeggyel rendelkezőknek. Azért az utóbbi időben az már jól látszik, hogy a kúrázó vendégeink mellett megjelent egy olyan réteg is, aki szívesen vesz részt aktív programokon, és ugye a gyógyulásához becsatol néhány aktív programot is. És hát ugye a mozgás pedig a legtökéletesebb kiegészítője egy fürdőkúrának. Behúzzuk, kinyúl! A vízitornát az intézmény gyógytornászai tartják a tófürdő déli kifolyójánál. A vízben végzett mozgás számos jótékony hatással rendelkezik. Többek között a gerinc és ízületi problémákra is kitűnő választás, frissítő és élénkítő hatása is ismert, valamint fokozza a vérkeringést, erősíti az immunrendszert, fejleszti az izomrendszert és stresszoldó hatású is. A vízitorna mellett ingyenes szárazföldi gerincmobilizáló tornát is választhatnak a tófürdő vendégei. Nevéből kifolyólag főleg a gerincre hatunk vele. Ez egy speciális gyakorlatsor, ami során a gerinc mély és felületes izmait erősítjük, valamint nyújtjuk és mobilizáljuk a gerincet. Mint a gyógytornásztól megtudtuk még, ezek a mozgásformák mindenki számára könnyen elsajátíthatóak. Ezért idősek, középkorúak és fiatalok is végezhetik. Kitűnő erőlétet biztosítanak, mindegy, hogy vízben vagy szárazföldön végezzük. A boldog békeidők hangulata elevenedett meg szerdán délután a Hévízi Sziszi kávézóban. A Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál népszerű német kintornása, Pepe Lutz egy óriás koncertje alatt nem csupán ismerős dallamokat játszott, Verkliét is tekerhették a vendégek. A programot a Hévízi Turisztikai Egyesület szervezte. A századforduló hangulatát idéző program várta a látogatókat szerdán délután a Hévízi Deák téren. A német származású nyugdíjas kintornás Pape Lutz egy órás koncerttel szórakoztatta a helyieket és a turistákat. Herr Lutz az egyik leghíresebb verklis, és hát gondoltuk, nagyon összeillik a kávézónknak, Sziszi kávézónknak az egész egyéniségével, így gondoltuk, hogy meghívjuk. Igazániból ő több kisebb településülésen is megállt már, és hát most hozzánk látogatott el. A kintornás rendszeres résztvevője a Nemzetközi Verkli Fesztiválnak. Idén különleges módon szerette volna népszerűsíteni a verkli zenét és a keszthelyi rendezvényt, ezért kerékpárral érkezett négy országot átszelve, 1062 kilométert tett meg Keszthelyig, és közben több helyszínen is megállt zenélni hangszerével. Arra gondoltunk, hogy meghívjuk őt Hévízre is, hogy zenéljen itt nekünk, meséljen egy kicsit arról, hogy mi az ő elképzelése erről, főleg azért, mert ő gyakran járt Hévízre már korábban is, nagyon szereti a tavat, a tófürdőt, szívesen mártózik meg a mi csodálatos tavunkban. Hévízen az elmúlt évek alatt több ízben láthattunk, hallhattunk egyszálgitáros vagy utcazenészeket hasonló formában, különböző helyeken koncertezni, ezzel is elérhető közelségbe hozva a kultúrát a fürdőváros lakói és vendégei számára. Hévízt is nagyon szeretem, minden évben szívesen jövök. Elsősorban a világhírű fürdő és a kedves emberek miatt, akik idén hallottak a biciklis utamról, így ők is meghívtak, hogy verklizzek nekik, amire szívesen mondtam igent ilyen szép környezetben. Pape Lutz szívesen mesélt a Christian Wittmann által épített hangszerről, a verkliről, és lehetőséget is adott a bátrabbaknak, hogy verkliét kipróbálhassák. Búcsúzáskor pedig mindenkit meghívott, hogy produkcióját megnézzék a hétvége során a Nemzetközi Verkli Fesztiválon. A Hévízi Szabad Egyetem keretében hétfő este Mandics György, József Attila és Herceg Ferenc díjas író kutató mutatta be legújabb könyvét a Városi Könyvtár közönségének. A Hét folyó, hét csillag című a rovásírással foglalkozó szakmai könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Ez egy 1515-ből való másolat. Mandics György József Attila díjas író költő neve sokak számára cseng ismerősen, hiszen több mint 40 kötettel, kutatási anyaggal járult hozzá országunk szépirodalmi, szemiotikai gyűjteményének bővüléséhez. Legújabb munkáját, a Hét folyó, hét csillag, a rovás kronika legősibb rétege című kötetét a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával adta ki a rovásírás legrégebbi fellelhető szövegeiről. A legrégebbi szövegek, ezt most mindjárt el is árulom, azok a Jenyiszej mellett születtek, a csík nép, tehát azok, akikből később a csíkszereda, meg a csíkszendomokosaiak, meg ezek lettek, ezeknek a története. Ő a magyar rovásírás egyik elismert és legelhivatottabb kutatója. Grandiózus műve az irodalmi jelenkönyvek gondozásában megjelent Róvott múltunk, amely 3 kötetben 6000 oldalon értelmezi újra a magyar rovásírást. Legújabb alsorozatát évek óta tartó kutatása Somogyi Antal rovásírásos gyűjteményének egyre terebélyesedő tanulmányai inspirálták. Az igazi jó felfedezések, ezek izgatják a felfedezőt, mert ha mindig csak azt találjuk meg, amit keresünk eleve benne, hát az azért elég unalmas dolog, és főként nem lehet 15 köteten keresztül keresni ugyanazt. 10 évi kutatás után ugyanis kiderült, hogy a magyar tudomány legnagyobb kincse hevert a szekrényében 11 kódex formájában, melynek fő hozadéka 124 vers a Balassi Bálint előtti korból. Ezek csodálatos történelmi forrást jelentenek a magyarság történetének és eleink életének feltárásához. Rovataink közül kommentár nélkül láthatnak egy összeállítást a Hévízi Bor és Gasztrokorzó rendezvényről. Majd könyvajánlónkat hozzuk el nézőinknek. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Hévízi Városi Könyvtárban, és heti könyvajánlónk következik. Kezdeném egy magyar szerzővel, Rab Gusztáv Mentont ajánlanám című kötetével. Röviden, annyit, hogy a 30-as évek nagy sikerű regényéről van szó, mely méltó párja lehet Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című könyve szerelmi történetének. Balázs Ákos aranyi fiú a szerencse kegyeltje. A két világháború közötti Budapesten él, és mindig eléri, amit akar. A 40-es évek elején jár, jól berendezett életét, semmit tevéssel tölti, délutánonként kártyázik a klubban, és kevéssé megterhelő szerelmi viszonyokat folytat hölgyekkel, akiket kevésbé szeret, mint amennyire őt szeretik. Egy nap azonban készhez kap egy olvashatatlan, aláírása ellátott levelet, és ezzel megszakad az idő egyhangú folyása. A levél légyótra invitálja őt egy kánci villába vasárnap este 9 órára. Egy ismeretlen, talányos meghívója több ezer kilométer távolságból. Ákos zaklatottságát felváltja a nyugtalanság, amelynek mélyéről rég eltemetett emlékek törnek elő. 15 évvel ezelőtt élete asszonyába volt szerelmes, ezt az asszony Teréznek hívták. Ákos felidézi, ahogy először találkozott vele a budapesti Ritz szállóban. Vele is jóval idősebb férjével titkáró kíséretében. A viharos szerelmi történet több európai fővárost érintve bonyolódott, Pécstől kezdve, Párizson keresztül egészen Boulogne-ig, ahol a drámai véget ért. Itt akadt ugyanis nyomukra a férj, akinek sikerült meggyőznie Ákost az ifjúkori szenvedély labilis mi voltáról. A fiatalember ezután elhagyta a nőt, majd házasságok és válások váltották egymást az életében. Miközben az évek egyre csak múltak. Balázs Ákos elfogadja a titokzatos meghívást, amelynek szerzője nem más, mint az immár jócskán megöregedett férj, és beszélgetésük során kimondatik a keserű igazság. Ákos csak az esztétikum törvényeit követve képes élni az életét, márpedig az esztétika Kierkegaard szerint olyan ember, aki a felszínen mozogva képtelen felfogni az érzelmek mélyebb értelmét. Az egyetlen nő, akit igazán az őszintén szeretni tudott volna, Teréz volt. Tehát, mint mondtam az elején, Rab Gusztáv regénye méltó párja Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című művének, és talán ez is magyarázat lehet arra, miért van jelen többek között az olasz könyvespolcokon is lassan 70 éve. Tehát aki egy irodalmi kuriózumot szeretne olvasni, annak ajánlom. Következő kötetünk Romain Puertolas, a fakír, aki egy IKEA szekrényben ragadt. Volt egyszer egy szürke ruhás, nagyon szakállas hindu fakír, Haddarab Bérez, nek már. Csolásból éldegélt, cukorszögeket és álpengéket nyelt reggeltől estig. Egy napon ez a fakír megérkezik Párizsba, hogy felkeresse az elemes bútorok mekkáját, a szerelési útmutatók lordját, az IKEA áruházat. Vásárolni szeretne magának egy a kényelmét és kenyérkeresetét egyszerre biztosító szöges ágyat. Mivel a szállodára nincs pénze, elhatározza, hogy az éjszakát az áruházban tölti. Ám a szekrényt, ahol elbújik, egyszer csak felteszik egy Angliába induló kamionra, amelynek rakterében néhány szudáni férfi lapul. Angliában letartóztatják, és bevándorlókkal együtt kitoloncolják Spanyolországba. Innen egy utazó ládával menekülve Rómában találja magát, ahol neki lát megírni első regényét. Romain Puertolas 1975-ben született Montpellierben, volt lemezlovas, énekes-dalszerző, nyelvtanár, tolmácsfordító, bűvész, és végül egy osztrák cirkuszban kötött ki, ahol nőket vágott darabokra, ám innen is kidobták, mert túlságosan remegett a keze. Ezután csapott fel írónak, és azóta kényszeresen ír, mivel egy év alatt sikerült megírni a 450 regényt, és most végre saját könyveivel töltheti meg az IKEA-k
könyves polcát, hogy eltakarja velük a polc rémes műanyag rögzítő elemeit. És a végére egy történelemkönyvet gondoltam, Czakó Gábor a Szabír titok című kötete. A könyv a Szabír titokról szól, egész pontosan annak a népnek a titkos múltjáról, amelyet valami okból régebben Szabírnak hívtak. Egy sokszor emlegetett népről olvashat a tisztelt olvasó egy könyvben, amely tömérdek régészeti és mondabeli emléket, meg írásos nyomot hagyott maga után az elmúlt évezredek során. Ezek az érdeklődők számára régóta hozzáférhetők. Hogy messzebb ne menjünk, az andonovó szintasta kultúra leletei, a csudvárak, az ókori és a középkori föliratok, a történetírók könyvei, az ugor népek hőseinek, hősénekei, megmondái, a finnugor nyelvek magyar szavainak, népzenei és mesei elemeinek nyilvánvaló áramlási iránya együttvéve sokkal több és megbízhatóbb történeti és régi kulturális adattal szolgáltak, mint amennyiből a szakemberek eddig őstörténetet és nyelvrokonságot írhattak. A föltételes mód használatának közismerten nem szakmai és nem is technikai okai vannak. A kötet jól felépített, szellemes esszésorozata kellő alapossága vezeti be a kedves olvasót a titokba, téma iránt érdeklődőknek. Erre a hétre tehát ez a három könyv került ajánlásra, jövő héten is várom Önöket. Köszönöm a figyelmüket! Bár a nyár vége felé járunk, az időjárás még mindig kedvezhet a balatoni nyaralásoknak. Hogy ezek biztonságosak legyenek, ezért készített filmsorozatot a Vízimentők Országos Szakszolgálata. A tematikus filmekben a veszélyek elkerülésére hívják fel a figyelmet, miként a most következő néhány percben is. Bennett, hogy látod, mennyire vigyáznak magukra a vízitúrázók a magyar vizeken? Hát vannak problémák. Az, hogy nem vigyáznak, ezt azért nem merném kijelenteni, mert látni rossz példákat, de azt gondolom, hogy azért hatalmas fejlődés van már ezen a téren, tehát nagyon sokan hordanak mentőmellényt, de még van dolgunk bőségesen. Melyek azok a rossz példák, amelyekkel rendszeresen találkoztok, ti túravezetők? Ez jellemzően az, hogy nem hordják az emberek a mentőmellényt, tehát hogy ülőpárnának használják, hogy fekvőhelynek használják, hogy strandeszköznek használják. Tehát nem, azt gondolom, hogy nagyon sokan még nem veszik komolyan azt, hogy ezt valóban hordani kéne, valóban hétköznap is hordani kéne, mert amikor baj van, akkor már késő fölvenni. Igen, csak az ember, ha elmegy vízitúrázni, akkor általában azért megy el, mert végre kiszakad az épített környezetből. Ugye itt Magyarországon vannak nagyon szép természetes vizek, folyók, és akkor el akarja engedni magát, meleg van ráadásul, végre van egy hely, ahol egész nap fürdőruhában vagy bikiniben lehet, akkor már nem akar még egy mellényt is magára venni. De bikinit fölvett, tehát hozzá lehet ehhez szokni azért. Tehát ugyanúgy, ahogy ruhát veszünk, ahogy télen sapkát veszünk, ahogy a strandon fölveszi az emberek javarésze a bikinit, úgy föl lehet venni egy mentőmellényt is. Szuper kényelmes mentőmellények vannak ma már, tehát azért ez viselhető ruhanemű. Gyerekekre adnak mellényt? Én azt gondolom, hogy javarészt a gyerekekre azért első körbe ráadják. Persze vannak rossz példák, hogy az ember előtt keres egy telefontokot a kis telefonjának, mint ahogy a gyerekre ráadná a mentőmellényt, de nagyon sztereotíp lenne azt mondani, hogy a gyerekekre nem adják rá a mentőmellényt, mert hogy a jogszabály is igazándiból úgy szól, hogy 14 éves kor alatt kötelező viselni, tehát azt gondolom, hogy a gyerekeken többször van mentőmellény, mint a felnőtteken. Milyen veszélyekre kellene felkészülni, például a mentőmellénnyel, mert ugye mondhatja azt az ember, hogy hát azért nem hallunk rendszeresen arról, hogy vízitúrázók vízbe fulladtak a Tiszán vagy a Körösökön. Tehát melyek azok a veszélyek, amelyekre készülni kéne, de azért nem tudják, aki nem vízi ember, az nem tudja. Nagyon furcsa, ez butaság lenne azt mondani, hogy egész nap folyamán veszélyek leselkednek ránk, mert nyilván ez nem arról szól, tehát hogy egy magyar folyami túrázás,
az nem a folyamatos veszélyekről szól. Nem arról szól, hogy lépten nyomon valami hihetetlenül veszélyes szituációba botlunk, de azért itt is előfordul az, hogy fölmelegszik az ember, ág alá szorul, becsorog a hajó egy olyan ágas, bogas rész alá, egy kőzárásnál, egy borulás esetén simán előfordulhat az, hogy valaki pánikba esik, beveri a fejét a hajóba. Tehát azt gondolom, hogy senkinek semmi baja nem lesz attól, hogyha viseli a mentőmellényt, viszont óriási tragédiáktól mentheti meg adott esetben. Tehát ahogy az előbb is mondtam, hogy amíg nincs baj, addig nincsen baj. Utána meg már később fölvenni a mentőmellényt. Ha az ember úgy gondolja, hogy a barátaival elmegy vizitúrázni, bérel néhány hajót, kölcsönkér sátrat, hálózsákot, ehhez képest hogyan kéne egy vízi túrára felkészülni? Hát ezek mind azért releváns dolgok, tehát hogy bérelni kell a hajót, összekészíteni a dolgokat, és normális esetben ez nem igényel ez óriás felkészülést. Fel kell venni a mentőmellényt, az minden egyes hajóhoz van, minden egyes hajóhoz adják. Talán annyit lehetne ezen finomítani, hogy kényelmes, portható jó mentőmellényeket adjanak a hajókhoz, amiket az emberek szívesen is viselnek. De a többi mentőmellény sem egy olyan borzasztó viselet, hogy ne lehessen eltölteni benne egy napot. Mi hordjuk tengeren is, plusz 40 fokba is, nem egy viselhetetlen dolog, hozzá lehet szokni. A túravezető mennyire fontos, hogyha az ember elindul a Tiszán, vagy akár a Dunán? Én azt gondolom, hogy baráti társaságok azért nyugodtan túrázhatnak túravezető nélkül. Nem jogszabályi előírás az, hogy nektek mindenhol túravezetővel kell túrázni. Én azt gondolom, hogy életszerűtlen is. Tehát, hogy a vízi túrázás az talán az egyik legolcsóbb üdülési forma, legkönnyebben kivitelezhető ilyen baráti, társaságos, családos üdülés. Nem feltétlen kell még egy túravezetőt bérelni ahhoz, hogy egy család elmenjen evezni. Viszont vannak minimális biztonság technikai, tehát nem is előírások, de azért szokások, amiket, hogyha figyelembe veszünk, betartunk, akkor a tragédiák szinte biztosan elkerülhetőek. És melyek ezek? Hát ezek, amikről az imént beszéltünk, tehát hogy melegen, italozás közben vízbe esni, vagy egyáltalán hajóban italozni, becsorogni bokrok, fák alá, egy-egy fűzfagáton megállni, beszorulni a hajóval, egy hídláb mögött, egy örvényben beborulni a hajóval, a felső Tiszán körösökön, a komp súlyáinál, betonbejáróinál kialakuló hatalmas örvényekbe. Én azt gondolom, hogy jellemzően ezek azok a veszélyek, amik veszélyeztetik a óvatlan vízitúrázót, de akár a fürdőzőket is. Tehát tulajdonképpen itt annyit kell tenni, hogy előre nagy évben kikerülni ezeket a helyeket? Tehát figyelni folyamatosan, nem csak úgy csorogni? Igen, figyelni. Tehát túlzás lenne azt állítani, hogy kerüljünk ki minden ilyen jellegű helyet, mert hogy azért megyünk, hogy ezeket lássuk. Nem, oda kell figyelni. Felelősséggel, folyamatos figyelemmel lenni. Te szoktál sörözni, amikor evezel? Hát vízen egyáltalán nem iszunk. Sört amúgy sem iszom, de vízen nem iszunk egy portyot sem. Tehát csak amikor már megérkeztetek? Mindenképpen. Hát az esti tábortűznél abszolút ideális. Szívesen megiszom egy-egy jó fröccsöt, de vízen nem iszunk. Solc Ricsi 20 éves korában tört el a gerincét, amikor beugrott a Balatonba. Nyaktól lefelé lebénult, csak a karjait tudja valamelyest mozgatni. Azóta állandó segítségre szorul a legalapvetőbb napi tevékenységekben is.
válogatott sportoló volt, amikor a baleset történt. Hát ő vitorlás versenynek a magyar bajnokságnak az utolsó napja volt, illetve számunkra az utolsó, mert 3 nap alatt minden nap 2 futam volt, és az összeset megnyertük, tehát többet nem kellett már kimenjünk a futamra a következő nap, és már kezdtünk a vízen iszogatni, aztán a parton folytattuk, beszélgettünk, anekdotáztuk, eszegettük, iszogattuk, és akkor, ahogy ürült a strand, így eszünkbe jutott, hogy milyen jó lenne egy kicsit megmártózni a vízbe, és akkor már beengedtek a strandra ingyen, már így záróra volt, és barátom, ő bement a vízbe a lépcsőn, én meg odafejjel a partról beugrottam a vízbe, miközben nem is tudtam, hogy mennyire mélyesebb. Ez volt az az év, hogy 80 centi, vagy mennyi hiányzott pont abban az időszakban a Balaton vizéből. Soha ne ugorj ismeretlen vízbe. Mindig ellenőrizd, hogy elég mélye a víz, és nincs a víz alatt semmi, ami balesetet okozhat. Borzasztóan bosszantó az, hogy évről évre, mint a receptre írnának föl az embereknek, ugyanazok a történetek megismétlődnek, tehát, hogy ismeretlen területen, alkoholos állapotban fejest ugranak az emberek a tóba, a strandon, vagy stégen. És itt ami a lényeg, hogy az embereknek fogalmuk sincsen arról, és inkább erről kéne sokat beszélni, vagy tudatosítani, hogy milyen vége láthatatlan drámába kerül bele a páciens, aki ugrik, az egész családja, hogy mennyi munkát okoz. Utolsó nyári hónapunk az augusztus, főként a forró nyári időjárásról és a mezőgazdasági munkálatokról szólt eleink számára. Augusztus többnyire kánikulai meleg jellemezte. Emiatt egyes tájegységeken jellemzően a kánikula havaként vagy nyárutóként is emlegetik. A régi kalendárium szerint azonban ez a hónap a kisasszony hava. Július hónaphoz hasonlóan még az augusztus is a nagy nyári munkálatok elvégzésének időszaka volt. Aratásban, cséplésben, kerti munkákban bővelkedett utolsó nyári hónapunk, de a néphagyomány szerint voltak azért jeles napok, fontos ünnepek és hagyományok is kisasszony havában. Az első Szent Domonkos napja augusztus 4-én. A Rózsafüzér társulathoz kötődik, hiszen ő Szent Domonkos volt az, akinek szűzanya a rózsafüzért az eretnekek elleni harchoz adta, és Zala megyében, ugye legtöbb katolikus településen volt rózsafüzér társulat, illetve nagyon sok helyen még a mai napon is van, és ilyenkor a rózsafüzéresek ezt az ünnepet külön meg szokták tartani. Nyárutó havának következő jeles dátuma augusztus 10-e, vagyis Lőrinc napja. A néphagyomány és a népi megfigyelések szerint ettől kezdve egyre hűvösebbek az éjszakák, a dinnye pedig e naptól már nem olyan finom, mert olyan lőrinces.
A lőrinc az belepisil a dinnyébe, és hát ahogy Kiskanizsán mondták, lehugyozza a buborkát. Szeptemberben is van egy lőrinc, és igazából mindegyikre szokták mondani, mert a néphagyomány az nem szeret két különböző, egyforma nevű szentet megkülönböztetni. Augusztus 15-e nagy boldogasszony napja, vagyis Mária halálának, illetve katolikus elképzelés szerint test szerinti feltámadásának ünnepe. Katolikus elképzelés szerint a fia nem hagyta Mária testét az enyészetnek, hanem testestől, lelkestől felvitte magának valamennyi országba. Erről gyönyörű szép illusztrációk vannak nagyon sok templomban, nagyon sok otthonban voltak, akár Mária haláláról, aztán később a mennybevitelről ábrázolások, és ehhez kapcsolódik az augusztus 22-i Mária megkoronázásának is az ünnepe. Ez egy rendkívül kedvelt búcsúnap volt. Jellemzően nagy boldogasszony ünnepén tartottak búcsút Zala megye számos településén, de Zalaszent Balázson, Puszta Szent Lászlón, Mihályfán és Balatonmária fürdőn is. Tápé is ilyen, ahol még különféle paraliturgikus hagyományok is kapcsolódnak nagy boldogasszonyhoz, egy üres sír mellett imádkoznak, vagy elkészítik, virágokkal feldíszítik Mária sírját, koporsóját, és amellett imádkoznak, virasztanak az asszonyok. Mária halálának napja kiemelt vallási ünnepünk. Szorosan kapcsolódik hozzá Mária születésnapja, vagyis a szeptember 8-ai kisboldogasszony ünnepe. Ez a két ünnep közötti időszak, a két asszony köze, ami a néphagyományban egy nagyon pozitív, nagyon termékeny időszak, szeretnek bizonyos dolgokat, mezőgazdasági munkákat ilyenkor elkezdeni, mert hogy ahhoz majd nagy szerencséjük lesz. A mezőgazdaságban emeljeles napunk határnapnak számít. Ilyenkor szokták a krumpli felszedését megkezdeni. Időjárási regula is fűződik hozzá, úgy tartották, ha ilyenkor derült időnk van, akkor jó lesz a szőlő és gyümölcstermés. Augusztus 20-a mostanság egy nagyon fontos nemzeti ünnepünk, tulajdonképpen ez egy történelmi emlékünnep, ami a 20. század folyamán és a 21. században is mindig az adott politikai állami érdekeknek megfelelően szerveződik, hiszen ez egy felülről szerveződő ünnep, nagyon sok köze van az arató ünnepekhez. Több vallási motívum is kapcsolódik hozzá, ilyen Szent István király alakja, a Szent Korona, az aratás befejezése és az új kenyér ünnepe, vagy a hozzá kapcsolódó körmenetek. Ezek az újonnan életre hívott ünnepségek a 19. század végétől állami kezdeményezésre kezdtek egységesülni. Szándékos, közösség összetartó, egy ilyen nemzetformáló, identitásépítő erővel kezdték el őket kitalálni, és valahogyan a 20. század folyamán azért ennek is nagyon is kialakult a maga rendje, hagyománya. Augusztus 20-án érdemes az égre is tekintenünk. A néphagyomány szerint ugyanis ilyenkor indulnak el a gólyák a messzi Afrikába, emellett ez a jeles napunk szorosan kapcsolódik nagy boldogasszony ünnepéhez is. Augusztus 15-én nagy boldogasszony napján a hagyomány szerint Szent István királyunk ekkor halt meg, és halála előtt fölajánlotta Magyarországot Máriának, és ezért is vagyunk a boldogasszony országa. Szent István ünnepe a világ teljes magyarságának kiemelt napja, nem csak határainkon belül emlékezünk meg róla. A diaszpórában élő magyaroknak pedig ez volt az egyik legfontosabb ünnepe. Nekem voltak például kis kutatásaim az amerikai Yankers közösségével kapcsolatosan, illetve Yankers és Passék közösségével kapcsolatosan, ahol a Szent Istváni ünnepségek nagyon fontosak voltak, és hát elkészítették a Szent Korona mását, és körbehordták a templomudvarban. Az augusztusi vagy kisasszonyhavi hagyományok és jeles napok Bertalan napjával augusztus 24-ével zárulnak. A Bertalan nap még olyan, amit egy kicsit számon tart a népi kalendárium, időjárás jósló nap, illetve a Muravidéken vajköpülő nap, és az akkor köpült vajból szoktak egy kicsit tenni a búza közé is, hogy majd ne legyen férges. Augusztusban tehát a tengernyi munka mellett is találtak eleink jeles napokat, megemlékezni való dátumokat. A nemzeti vágta legrégebbi előfutama a Festetics vágta, amelynek Gyenes Diás adott otthont az idén már 13. alkalommal. 9 felnőtt versenyző és rekordszámot jelentő 15 kishuszár indult a színes kísérőprogramokkal gazdagított vágtán a Festetics család egykori edzőpályáján. 10 hosszal meghúzza a társaságot. 9 felnőtt versenyző előfutamaival indult a 13. Festetics vágta. Őket a kishuszárok rekordlétszámot hozó selejtezői követték. Nagyon sok kis huszár érkezett hozzánk, ugye ez a gyerek kategória igazából, kis lovakkal, póni lovakkal. 15, ilyen rekord még nem is volt igazából, hogy 15 nevezés érkezett. A kékek egy picit lemaradnak. Ügyességi feladatok, lovas, kutyás. Milyen madár ez?
és ragadozó madár bemutatók, huszárok szereplése színesítette a nap programját, amelynek a Festetics család huszárai által egykor használt és az elődökhöz méltó módon felújított pálya adott otthont. Nagyon szép pályai természeti környezetben van, a Keszthelyi egység tövében, és az is, hogy talán a Festetics hagyományok egy olyan emlékprogramot biztosítanak, amelyben ez egyfajta csúcspontja tud lenni egy tartalmas hétvégének. Gyöngy Tamás rögtön meglógott. A felnőttek mezőnyének első futamában állt rajthoz a nemzeti vágta múlt évi győztese Szabó Nikolett, aki magabiztosan jutott a fináléba Pipacs nyergében, Porva képviseletében. Jó formában van, most kicsit nehezen bírta ezt a fávezetést, egyre idegesebb, tehát tudta, hogy mi fog következni. Ezen majd megpróbálunk vele valahogy otthon dolgozni, kicsit nyugodtabban álljon hozzá, de én nagyon elégedett vagyok vele, tehát jól formában volt, jól futott, én ráálltam vele, ahogy szoktam, és onnantól kezdve mentem. A kishuszárok versenye nagy izgalmakat hozott, több rajtot is meg kellett ismételni. Szerencsés Szandra is egy ilyen hibás rajt után tudott előfutamot nyerni, később ő lett a kishuszárok versenyének győztese. Nagyon jól éreztem magam végig, nagyon tetszett a futam, nagyon jól ment a sárki. Most nem lovagoltam ki végig, fogadtam, mentem, mert az előző vágtán kivitt a kapun, az nem úgy sikerült, úgyhogy most nagyon figyeltem, hogy nehogy megint kivigyem, vagy akár csak a kapura húzzon. És a címvédő Szabó Nikolett és Pipacs megnyeri az elővágtán! A felnőttek fináléjában végül a címvédő Szabó Nikoletta győzött Pipacs hátán, így ő már biztosan ott lesz a nemzeti vágta fővárosi döntőjében október első hétvégéjén a Hősök terén. Európa egyik leghíresebb vadászati múzeuma található Keszthelyen, a Helikon Kastély Múzeumban. Nem véletlen, hogy a város kiemelt helyszíne volt az Egy a természettel vadászati világkiállításnak, amelyen láthatóak voltak az itteni szakemberek diorámái. Ennek is köszönhető, hogy az expó zárása után Keszthelyen kapott végső helyet a totem, a 11 tonna hullajtott agancsból készített műalkotás. Néhány hónapja már Keszthelyen csodálhatják meg az érdeklődők a vadászati világkiállítás főbejárataként létrehozott monumentális alkotást, a totemet, a 11 tonna hullajtott agancsból készített műalkotást. Oda bent a vadászati múzeumban, amely kiemelt helyszíne volt az expónak, világszínvonalú tárlatot járhatnak végig az érdeklődők. Nekem a víziló, ami itt van, nekem az nagyon tetszett. És miért? Azért, mert az vízben ilyen meg nagyon nagy. Gyakran érkeznek kisgyermekes családok is, mert minden korosztálynak tartalmas kikapcsolódást jelent a tárlat. Tetszik nekik szerintem itt nagyon, hogy közelről látják az állatokat, és főleg az ilyen elefánt, struc, medve, farkas, ugye ezek tetszenek nekik, amiket úgy otthon is már ismernek képeskönyvből. A kiállításon az állatokkal természetes élőhelyükön sétálva ismerkedhetnek meg a látogatók. Az élményt a témához kapcsolódó néprajzi és képzőművészeti gyűjtemény teszi teljessé. Konkastély Múzeum vadászati kiállításán 5 kontinens állatvilágát diorámákban, vagyis az állatfajokat a természetes környezetükben figyelhetjük meg. Simon István vadászként nézte végig a kiállítást. Az egzotikus trófeák mellett egy magyar világvadász tárlata érdekelte leginkább. Hidvegi Béla kiállítási részleg, ez teljesen illető és csodálatos preparátumok vannak, ugye ez egy kedvencem, a Hidvegi Béla kiállítási rész. Tavaly a járványhelyzet ellenére több mint 200 ezer ember kereste fel a Helikon Kastély Múzeum tárlatait, az idei július pedig rekordlátogatottságot hozott Keszthelyen. Vonyarcvashegyen látható az egyetlen megmaradt balatoni halászhajó, a Süllő 2. 2013-ban megszűnt a kereskedelmi halászat a Magyar-tengeren, így feleslegessé vált a korábbi halászflotta is. Vonyarcvashegy számára nagyon fontos a halászati múlt, ezért a nagyközség védelmébe vette ezt a vízijárművet, amelyet kívül belül fel fognak újítani, hogy bemutathassák ezt a kemény, de szép hivatást. Hogy a jelenben ne tűnhessen el a múlt. Ezért vette védelmébe Vonyarcvashegy az egyetlen megmaradt balatoni halászhajót, a Süllő 2-t. Egy legenda szerint az itteni Szent Mihály dom tövében menekült meg csodás körülmények között 40 jéghalász 1739 telén egy jégtáblán. Fogadalmukat betartva ők építették Vonyarcvashegy mai jelképét, a Szent Mihály kápolnát.
Magyarország egyetlen halászkápolnája, és a tengerrel nem rendelkező országok halászkápolnája. Tehát a halászat mindig kiemelkedően fontos volt, a balatoni élet velejárója volt, sőt, ezek a kis települések, ezek halászfalvak voltak. Erre emlékeztethet a jövőben a Süllő 2, amelyet 1971-ben Balatonfüreden gyártottak, és amely 2013-ig a balatoni kereskedelmi halászat megszüntetéséig állt szolgálatban Keszthelyen. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT Bunyarcvasegy önkormányzatának kérésére adta át a hajó tulajdonjogát. Így tudjuk a hagyományainkat megőrizni, ne csak kanapé mellől, hanem tétlegesen is, hiszen itt a Bunyarcvasegyi Lidó strandon alakítottuk ki egy olyan érték vagy parkot, aminek keretein belül az első körben, ahol most helyszínen vagyunk, a halászkert fog megalkotódni, és itt fogjuk első körben ezt a halászatnak a múltját bemutatni. A most még rozsdás hajót a helyiek kívül-belül felújítják, amelyben interaktív bemutató helyet hoznak majd létre. A halászkertet pedig közösségi térként is használni fogják. Az idén is a Bor és Csemege Szőlő Fesztivál köszöntötte az augusztusi ünnepre érkezőket és a helyieket Bunyarcvashegyen. Az államalapítás ünnepével is összevont háromnapos rendezvényen a jó falatok és a zalai borászatok mellett hagyományosan szőlőoltványok vására is fogadta a látogatókat. Az egyik legnagyobb értéke a mai napnak, illetve az elkövetkező három napnak az, hogy együtt lehetünk újra. Immár 16. éve főszereplője a Csemege és Borszőlő Bunyarcvashegy augusztus végi rendezvényének. A település életében ugyanis mindig kiemelt szerepet töltött be a szőlőgazdálkodás és a borászati tevékenység. Az egykori írásos leletek tanúbizonysága szerint a vonyarci dokumentumokban a szőlőt mindenütt nagy kezdőbetűvel jegyezték le, ezzel is érzékeltetve jelentőségét hangzott el a megnyitón. Egészségünkre! Régi hagyományokat elevenítünk fel ilyenkor, nem csak a bor kultúrában, hanem a gasztrokultúrában is. Megpróbálunk visszaemlékezni, vagy visszaemlékeztetni embereket arra, hogy milyen nehéz körülmények között, és ez nehéz munka volt a bortermelés, a szőlőművelés, és nekünk hagyományaink vannak erre. A fehérek szépek, a színesek jó ízűek. Az államalapítás ünnepével is összevont háromnapos eseményen, zalai borászok és helyi gasztronómiai kiállítók mellett minden évben saját standdal jelenik meg a híres szőlőnemesítő, dr. Bakonyi László, aki szőlő és oltványvásárral, valamint az aktualitásokat is érintő szakértő tanácsadással fogadja a látogatókat. Az idei év az egy vízválasztó volt szó szerint, tehát gyakorlatilag nem volt víz, és amelyik fajta ezt kibírta, és jó néhány ellenálló fajta van, aminek aztán az oltványait én már évek óta terjesztem és mondom, az idei évben bejött. Idén ezért a szélsőségesen száraz időjárást jól tűrő régi fajták, mint az Otello és az Isabella voltak a legnépszerűbbek, de számos újabb szőlőfajtát is megkóstolhattak a látogatók a színes forgatagban, melyet a kiállítókon túl neves magyar előadók és helyi együttesek koncertjeivel színesítettek a szervezők. Negyedik éve várja az Offroad szerelmeseit a Legyen Sáros elnevezésű fesztivál Gyenes Diáson az egykori Ronsderby pályán. A négy napos rendezvényen kisebb-nagyobb autók, vadok és teherautók is elmerülnek a vízzel feltöltött gödrökben, és vágnak neki a különböző szakaszoknak. Hangulatos képi ízelítőt láthatnak a következő percekben az autós bemutatókkal, kiállítókkal és könnyű zenei koncertekkel színesített rendezvényről.
A tavalyi nagy sikerű ruhaszobor tértárlat kiállítás után idén ismét láthatók magyar képzőművészek és iparművészek rendhagyó alkotásai a keszthelyi Festetics kastély parkjában. A szabadtéri ruhaszobor kiállítást idén már több mint 100 000-en nézték meg. 3,5 méter magas óriás ruhaszobrok kollekciójának kiállítása színesítette a keszthelyi Helikon Kastély Múzeum előkertjét augusztus hónapban. A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének alkotói idén az Egyesület elnökének, Simon Fi Mártának ötlete nyomán állítottak ki 25 nagyméretű textilszobrot. Az idei kollekciónak a hívószava nem más, mint a hagyomány, így ilyen módon egy hagyományunk ruhaszobrai elnevezést is kapott ez a szabadtéri ruhaszobor kiállítás. Magyar motívumok, illetve minták és színes, díszes elemek kerülnek megformálásra, megalkotásra itt a művészek jóvoltából, úgyhogy például mint egy kalottaszegi vagy egy székely minta, illetve motívum is fellelhető. A cél a hazai kortárs művészet sokszínűségének közvetlen, interaktív módon való megjelenítése és megismertetése. A kiállítás nem múzeumi környezetben kapott helyet, így közvetlen, érinthető közelségbe hozza az iparművészeti alkotásokat. A szobrok időjárásállók, így verőfényes napsütésben, de akár esőben is meg lehet őket csodálni. Maga az időintervallum is nagyon hosszú, úgyhogy mindenféle időjárásnak ki vannak téve ezek az alkotások, úgyhogy muszáj, hogy ezeknek az időjárási viszontagságoknak megfeleljenek. Például viaszos vászonból készülnek, vagy tetőfóliából, cirkuszi ponyvából, takarófóliából, de színes szúnyoghálókat is megtalálhatunk az alapanyagok között. Az alkotások szövet használata mellett idén a motívumoknak is jelentős szerepe van, hiszen magyar hagyományainkat elevenítik fel a rózsa, tulipán vagy a madár minták. A tárlat nagy népszerűségnek örvend, a kastély látogatói körében visszatérő vendégei is vannak. Már tavaly is jártam itt, és már akkor is nagyon tetszett. Egyrészt, mert olyan nagyok, és mert így a ruháknak szép az esése. Jó, hogy itt sok ilyen művészeti projekt valósul meg. A kreatív művészek ilyen jellegű kiállításait nagyon szeretem. Az előkertben idén 11 iparművész alkotása kapott helyet, melyeket a tavainál is többen néztek meg. Idén már eddig is több mint 100 000 vendég gyönyörködhetett a modern öltözetű ruhaóriásokban, akiket jövőre is visszavár a Festetics kastély előkertje. Műsorunk végén kollégáim nevében is búcsúzom. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Kegyetlen. Emberéleteket követel és városokat pusztít. A szankciók pedig tönkreteszik Európa gazdaságát. A következményeket a világon mindenki megérzi. Elszabadult infláció és bizonytalan energiaellátás. Ezért a magyar kormány cselekszik. Növeljük a hazai gázkitermelést és további gázkészleteket szerzünk be. Fokozzuk a hazai áramtermelést. Exporttilalmat rendeltünk el az energiahordozókra. Határozott lépéseket tettünk, hogy megvédjük a rezsicsökkentést. Háborús időkben összefogásra van szükség.